Szombaton este 6-kor az Aréna Szaváriában a Budaörs csapatát fogadjuk, a Budaörs 11.-12 ponttal, mi a 13. helyen állunk a bajnokságban. Lehet nyerni? Igen, egyértelműen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy csata várható. Tehát, hogyha nézzük még a matekot, akkor én azt gondolom, hogy ugye azért a Budaörsnek egy nagyon-nagyon fontos mérkőzése jön velünk. Tehát mindenképpen kellene, vagy szeretne nyerni, mert azt gondolom, hogy a bennmaradást ezzel biztosítja, mert azért még lehet mérkőzéseken, tehát lehet őt utolérni, vagy őket utolérni. Én azt gondolom, hogy mi is így készülünk, tehát nekünk ugyanez a feladatunk, tehát ezt tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy ez a mérkőzés nekünk kétszer olyan fontos, mint bárkinek, tehát azért csak egyszerű számolás, hogyha egy csapat megnyugszik, és ugye nekünk az érdel kell még versenyezni, és utolsó fordulóban egy Budaörs érdmeccs van, ott már azért én azt gondolom, hogy egy játékostól elvárni, hogy mindent beletegyen, mikor biztos bennmaradása megvan, nem várható, hogy azért is hívom ezt a meccset egy 4 pontos meccsnek, tehát nem csak ezt a meccset nyerjük ezzel meg, hogyha megnyerjük a holnapi mérkőzést. Tehát az érd Budaörs érden, tehát a Budaörs érden, mert azt gondolom, hogy ez is egy kicsit fölértékeli a mérkőzést, hogy mindenképpen nekünk itthon hazai pályán nyerni kell. Én azt gondolom, hogy a csapat jó széljában van, tovább dolgoztunk egész héten, látjuk azokat az erősségeit játékosokba, illetve játékokba, amiket a Budaörs játszik, ezekkel készültünk. Azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb viszont az, hogy azt a megkezdett utat, amit az elmúlt időszakban elkezdtük, azt mindenképpen szeretném, hogyha folytatnánk. Tudatosodjon a játékosainkban, hogy nem kieső csapat vagyunk, nem kieső játékosok. Ugye múlt héten, amit célként tűztünk, hogy lépjünk egyet előre, én azt gondolom, hogy most is ugyanez a cél. Ha nyerünk, akkor léptünk egyet a tabellán, és akkor végre kiléptünk abból a zónából, amit úgy hívnak, hogy kiesési zóna. Én azt gondolom, hogy nekünk itt mindent meg kell próbálni holnap ezen a hazai mérkőzésen, hogy a 2 pontot a mi zsebünkbe tegyék bele. De ehhez nagyon nagy szükségünk lesz a népes szurkolótáborunkra, akik múltkor is a Fehérvár meccsen nagyon sokan ki voltak, nagyon jól buzdítottak minket. Én most is kérem őket, hogy szombaton 18 órától az Aréna Szaváriába jöjjenek minél többen, és támogassák a csapatot, és együtt nyerjük meg ezt a nagyon fontos mérkőzést.